Líbor Dóra Fuvola művész játékával teremtettek hangulatot a Szoboszlai Galéria 44. kiállításán. Egy kép a falon, Mészáros Lajostól Tabáni házak. Egy másik Zombori Lajos alkotása, Jéghordók. Baranyó Sándor, cseresznyeszedők festménye is megtekinthető. Csak néhány név és néhány kép a 20. századi szolnoki művészek és munkáik közül. Benedek Jenő, Bótos Sándor, Gácsi Mihály, Zádor István, Rékasi Csaba meghatározó alakjai voltak az ország legrégebbi, ma is működő művésztelepének. Egy olyan szép válogatás sikerült itt a Zsoltnak összehoznia, ami azért egy szép keresztmetszet a szolnoki modernizmusnak a történetéről. És hogy tegyem hozzá, hogy ha valaki most bemegy az állandó kiállításunkba, a Damjanich János Múzeumban, akkor ugyanezt láthatja, hogy mi is elkezdtük, hogy mondjam, most csúnya szóval elkezdtünk megszabadulni attól a fajta tehenes, tabános, tiszatorkolatos szolnokiságtól, ami igazából a szolnoki művésztelepnek volt egy része, de nem ez volt az igazi szolnoki művészet. A szolnoki művésztelepet a sokszínűség, a többféle izmus jellemezte. A mindenfelől érkező alkotók találkozó helye volt, ők békésen és jól tudtak együtt dolgozni. A megújulásra kész pezsgés hozta Szolnokra a képzőművészeti főiskola hallgatóit, mert tudták, a haladó szellemiségtől lehet tanulni. A megújulás jellemezte a szolnoki művésztelepet, melynek alkotói, ma már tudjuk, a magyar művészet élvonalába tartoztak és tartoznak ma is. A Szoboszlai Galériában január 17-ig megtekinthető tárlat a dinamikus és széles spektrumú művészetet mutatja be.